Szervusztok, szép jó estét. Örülök, hogy együtt lehetünk, így Zoomon, így online. Egy olyan feladatot kaptam, egy olyan témát kaptam, ami azt hiszem, hogy elég sokszor hallott téma már házaspároknál, de párválasztáskor is. A szeretettisztelet férfi és nő között, és a szeretett nyelvek a párkapcsolatban. Úgy gondolom, hogy elég sok prédikációt, tanítást hallottatok ezzel kapcsolatban már. Talán teszteket is töltöttetek ki, és tudom, hogy komoly kihívás az az élet, amiben éltek és élünk. Bár Pál apostol azt mondja, hogy egyedülállóként, hogy jobb úgy élni egyedül, mint házasként, mert egyedül az Úr dolgaira tudtok gondot viselni. Amikor összeházasodtok, akkor pedig már elsősorban ott lesz a te házastársad. Persze ezzel nem akarom elhomályosítani azt a vágyat és törekvést bennetek, hogy szeretnétek mindenképpen párt. Ugyanakkor az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezet 1. versével indítanám, hogy legyetek azért Istennek követői, mint szeretett gyermekek. És ez igaz akkor is, ha van házastársam, és igaz arra is, ha nincs éppen házastársam. Lehet, hogy volt, de most éppen nincs, vagy lehet, hogy még sosem volt, de egyedül állóként, egyedül élőként, vagy házasként élőként is, ez a meder, hogy szeretett gyermekként éljem a keresztény életemet, szeretett gyermekként, Isten gyermekeként éljem a mindennapjaimat. Isten szívének a közepében a kapcsolatok vannak. Ezt úgy is tudjátok, mert nem munkára, meg nem szolgálatra teremtett bennünket, hanem kapcsolatokra teremtett. Isten magvából valók vagyunk, és hát nem keresztény vagy elsősorban, hanem Istennek a gyermeke vagy. Akkor is, ha házas vagy, és akkor is, ha nem vagy házas. A kapcsolatokért képes volt Isten emberré legyen, és emberként meghaljon. Tehát valahogy a kapcsolatokban nagyon sok és mély dolog van. Isten adott ajándékot a házasságra, és ajándékot, kegyelmi ajándékot az egyedülállói életre. Akármelyik életszakaszban vagyok, ha egyedül futom a pályámat, nem házastársként, akkor azt a kegyelmi ajándékot, amit mi sokszor úgy értelmezünk, akkor az egész ásókapa nagy harangig, tehát még a halál el nem választ ettől az élettől addig, de nem biztos, hogy az egyedül valóságra a kegyelmi ajándék az életed végéig, földi életed végéig szól, hanem lehet, hogy csak egy életszakaszra. Bárhogy is van, meg kell ragadjuk azt a kegyelmi ajándékot, amit Isten most erre az életszakaszra adott. Ha egyedül futod a pályádat, akkor arra az egyedül valósági életszakaszra ragad meg a kegyelmi ajándékot. Ha összeházasodtál, összeházasodsz, akkor pedig a házasságra való kegyelmi ajándékot kell megragadnunk. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten jelenlétére, Isten természet fölötti, úgy tetszik, rásegítésére, kegyelmére van szükségünk, bárhogy is élünk, bárhogy is futunk, ahhoz, hogy sikeres, boldog életet élj, a saját erőnkből nem tudjuk. Isten az ő akaratát kijelenti, és beleírja a szíveinkbe. Ez nem egy szabad, nem szabad, ezt csináld, azt csináld, ezt tilos, azt tilos lista, hanem Isten az akarja és arra vágyik, hogy megismerjük őt, vele együtt járjunk, és ezt te is tudod nagyon jól, és az ő szeretettségében, vele való személyes szeretet kapcsolatba fussuk a pályánkat. Isten, ha megnézed, mindent a kapcsolatokon keresztül old meg, valósít meg, embereket használ, és ha a legelejét megnézem, akkor ez a legelső kapcsolat egy párkapcsolat volt, egy házasság. Egy házasságon keresztül kezdte az egész
földi pályáját, munkálkodását, és ha belegondolok, ezek nagy szavak, meg szociológiai kifejezéseknek tűnhetnek, vagy megközelítésnek, de az egészséges társadalom mienségét az egészséges családok, illetve az egészséges párkapcsolatok határozzák meg. Tehát az egész család a férj és a feleség kapcsolatán nyugszik. Olyan a család, amilyen a férj és a feleség kapcsolata. A férj és a feleségnek a orientációja, motivációja, a lényege, ami hajtja őket a mindennapokba, az fogja meghatározni utána a családnak a mienségét. Ha megnézzük az előttünk évszázadokba, évezredekbe levő társadalmakat, civilizációkat, akkor a családnak a hanyatlása mindig a civilizációnak, annak a társadalomnak a hanyatlását is jelentette. Tehát a párkapcsolatok meghatározói a kultúránknak, meghatározói a mindannak, amiben élünk. Ezek lehet, hogy túl nagy dolgok, de mégis látnunk kell, hogy emiatt az ördög, a sátán viszont különleges figyelemmel kíséri a párkapcsolatokat, ahogy maga Isten is. Hiszen Isten nézte Ádámot, és látta az ő életét, és azért teremtette Évát. Utána nézte kettőjüket, és úgy adott ígéreteket a jövőre nézve, és rájuk nézve az egész emberiségre, utána alakította az üdv tervét. Tehát a férj és feleség kapcsolatán keresztül végzi Isten az ő munkáját, és viszi előbbre az ő királyságát, és valósítja meg az ő akaratát. Tehát ezen a kapcsolaton keresztül akarja Isten az ő uralmát, az ő tekintélyét, az ő szeretetét, az ő jóságát megnyilvánítani és megmutatni. Ugye először meg kell értenünk azt, hogy mi van Isten szívébe a házasságról, és erről is biztos vagyok benne, hogy sokat hallottatok, sokat tanultatok már évek óta, jártok ilyen összejövetelekre, nem csak a single cross, hanem más ilyen egyedül állóknak, vagy házasságról, vagy párválasztásról való tanításokra, összejövetelekre sokat hallottatok. De ha megnézzük, újból és újból oda lyukadunk ki, hogy szeretett gyermekként kell élnünk, és meg kell tanuljuk, úgy éljem a hétköznapi életemet, úgy éljük a mindennapjainkat, hogy egy szeretettséget tudjunk megélni az Úrral, egy szeretettséget tudjunk megélni a bátyáinkkal, nővéreinkkel, húgainkkal, öcséinkkel, Isten családjába. Ha az embereknek a sikerességét megnézzük, hogy mitől sikeres, vagy mikor sikeres egy ember, sokszor a sikerkörökön úgy kívül esnek a családok. Sikeres a munkába, sikeres a szolgálatba, de fontos az, hogy sikeresek legyünk, és sikeresek legyetek a párkapcsolatokban is. Amikor Isten fia, Jézus, a Krisztus eldöntötte, hogy visszaszerzi az atyának, visszaszerzi Istennek az egész teremtett világot, ő úgy döntött, hogy ezt nem egyedül teszi meg. Ő nem Chuck Norris, hogy akkor mindent képes lett volna megcsinálni, de mégis úgy döntött, hogy egy társat szerez, és ez a társ, ő mint főlegény, a társa pedig a mennyasszony, az egyház, az eklézsia. És Krisztus és az egyház együtt adják vissza, és hajtják Jézus Krisztus uralma alá, és végül a mennyei atya kezébe rakják az egész világ mindenséget. Ez egy fantasztikus nagy titok, és hogy jön ide az egész a tisztelet, a szeretet, meg a szeretet nyelvekhez, az egyedülállósághoz? Azért, mert a férj és a feleség kapcsolata valamilyen módon sokkal
távolabbra, messzebbre mutat, mint az itteni földi pálya. Hiszen utána nagyon jól tudjuk, ott nem lesz már házasodás, nem lesz szexualitás, a mennybe, a föltámadott testünkbe már nem fogjuk ezt megélni. Ennek itt a földi pályánkon van ideje, időszaka, de vajon miért? Gondolkodtatok-e már ezen? És Jézus Krisztus és az egyház kapcsolata az, ami valamilyen módon Isten a férj és a feleség közti kapcsolatba be akarja mutatni. Tehát a férj és a feleség közti kapcsolatnak van egy olyan célja, ami túlmutat az időn, túlmutat a mi téridő világunkon, a földi életünkön, és ez a kapcsolat az, Jézus Krisztus és az egyház, Jézus Krisztus, mint vőlegény, és a mennyasszony, az eklézsia kapcsolata, amit valamilyen módon meg kell élnünk a házastársi kapcsolatunkba. És valamilyen módon megpróbálni, bemutatni ennek a kapcsolatnak az alapértékeit. Isten azt akarja, hogy így a férj és a feleség kapcsolata valamilyen gyógyulás közeg is legyen, vigasztalás közeg is legyen, mások számára bátorítás közeg, mint ahogy Jézus Krisztus is az egyház eklézsia közelségébe, kapcsolatába, aki ebbe a kapcsolatba úgy beletéved, belekerül, az is vigasztalás, bátorítás, gyógyulást, helyreállást él át. A házasságon belül növekedünk krisztusi jellemben, karakterben, érettségben, és a házasság egy olyan intenzív, változtató kurzus, amiben Isten eléri, hogy kiformálja bennünk a Krisztusit, azt, akivé a mennyei atya eleve eltervezett. Vagyis, hogyha amellett döntesz, hogy megházasodsz, férjhez mész, megnősülsz, jól döntesz, de amellett döntesz akkor, hogy egy intenzív, olyan mindennapos kurzusra jelentkezel, amiből nincs kiszállás, csak a koporsón keresztül, ásó kapva nagyharangon keresztül, és ott teli nagy kanállal kapod a változtatásra, az inspirációkat, a befolyásokat, a késztetéseket kényszer alatt. Ezért mondja Pál apostol, hogyha ezt nem bírod, ezt az intenzív kurzust, akkor inkább maradj egyedül. Ez most csak az én fordításom. Az Efezusi Levél 5. fejezetben olvasok két verset. Azt mondja, hogy férjek, 25-ös, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy a Krisztus szerette az egyházat. Odaadta érte a saját életét. 33-as. Minden férfi úgy szeresse feleségét, mint saját magát, az asszonyok pedig tiszteljék a férjüket, tehát a feleségek tiszteljék. Amire egy feleség leginkább vágyik, az a szeretetre és a szeretettségre. Tehát, hogy szeretetre lettünk teremtve, és szeretetet kíván, szeretetet vár. Ez nem azt jelenti, hogy a férj nem, mert ezek lehetnek olyan sztereotíp szerepek, hogy hát a feleség ugye a szeretetet, férj a tiszteletet. Mind a ketten vágyunk a szeretetre, és mind a ketten vágyunk a tiszteletre is. De valamilyen módon ezt Isten belelátva az ő keze munkájának a bensejébe, leglényegébe mégis így fogalmaztatta meg, hogy a férjek szeressék krisztusi módon, ahogy Krisztus az egyházat, a feleségeiket. A feleség pedig tisztelje az ő férjét, mint ahogy a hívők tisztelik és félik a Krisztust. Ez, tudom, hogy ez ma, 21. században a korunk mainstream teológiája vagy ideológiája tükrébe ez nem annyira népszerű, de az a helyzet, hogyha a feleség nem kap nem kap szeretetet, nem kap tiszteletet a férjétől, akkor ő maga is
tiszteletlenné tud válni, vagy fog válni nagy valószínűséggel a férj felé. És viszont is, hogyha a férj nem kap tiszteletet a feleségétől, nagy valószínűséggel szeretetlenül viszonyul majd a feleségéhez. Ez, hát ez egy ördögi kör tud lenni, hogyha én a másiktól várom először, egy ördögi kör és csapda tud lenni, mókuskerék tud lenni, hogyha azt várom, hogy ha te szeretsz, akkor majd én tisztellek. Vagy ha te tisztelsz, akkor majd én szeretlek. De hát a kérdés az, hogy hogyan tudnám elérni, hogy a társam tiszteljen engem. Hogyan tudjam elérni, hogy a házastársam szeressen engem, ahogyan én őt. Ugye a konfliktusok során a férj úgy éli meg, hogy a felesége nem tiszteli őt. Általában ez van. Tehát a tiszteletlenségeket éli meg, legalábbis a tiszteletlenség sebeit érzi, és detektálja saját magában. Hasonlóképpen a konfliktusok során a feleség mit érez saját magában, mit él át, hogy a férje nem szereti őt, pláne nem úgy, mint Krisztus, ahogy az egyházat szerette. A férj szeretete, hogyha kész vagyok feltétel nélkül erre odaszánni magam, kiváltja a feleségnek a tiszteletét. Ha kész vagyok, mint feleség, a férjemet tisztelni, a cselekedeteitől függetlenül, kiérdemelte vagy nem, akkor az kiváltja a férjből a szeretetet. Isten nem egyszerűen parancsolja a férjeknek, hogy most szeressétek a feleségeteket, vagy a feleségeknek nem egyszerűen csak parancsolja, hogy tiszteljétek a férjeteket, hanem azt mondja, hogy mindkettőt feltétel nélkül parancsolja. Mindkettőt feltétel nélkül kell gyakorolnunk. Tehát nincsen az, hogy hát szeresd a te feleségedet, hogyha olyan szeretetre méltó, ha türelmes, ha tisztelt téged, megbecsül, vagy szeresd a te férjedet, hogyha olyan szeretetre méltó dolgokat csinál, stb. Nem. Hát mi van akkor, hogyha a férjed akkor se tanúsít szeretetet az irányodban, ha te megpróbálsz minden igyekezettel tiszteletet kimutatni felé. A munkája, a tevékenysége, a vezetői kvalitása, a szolgálata felé, a családfői, szervezési, tanácsadói, probléma megoldói képessége felé, kifejezed a tiszteletet, és mindennek ellenére te nem kapsz szeretetet. Hát mit csináljak? Mi van, ha a feleségem nem tisztel, ha teljes igyekezettel azon is vagyok, hogy szeressem őt, és minden áron, vagy minden módon megpróbálom kifejezni a szeretetemet felé. Mondjuk ismerem a szeretet nyelvét, az érintés, akkor megpróbálom azon. Ha ismerem a szeretet nyelvét, az a tisztelet, vagy a megbecsülés, vagy az ajándékok, akkor azon a területen, vagy a minőségi időt, akkor megpróbálom nyilván azokra a területekre hangsúlyt helyezni. De mi van akkor, hogyha akkor se tapasztalom a tiszteletet a ő részéről? Egyrészt soha ne add fel. János evangéliuma beszél arról, hogy a Szent Szellem azért jött, hogy meggyőzzön. Meggyőzzön a bűn, az igazság, az ítélet felől. Most nem az, hogy meggyőzze vagy ez ítéletre méltó, hanem csináljam akkor is, hogyha nem kapok, nem látok, nem tudok gyümölcsöt aratni belőle. Vessek akkor is. Ha egy idő után se jön még a változás a házastársamban, egyszerűen nem hagyhatom ki ebből az egész történetből magát Istent, mert ez egy hármas kötél. Akkor odafordulok Istenhez, és újból, ha kell, napokig, hetekig, hónapokig, ha kell, évekig, megyek az Úrhoz, hogy hozzon változást a másikba. De úgy, hogy közben nem adom föl, ha férj vagyok,
akkor állandóan vetek a szeretet talajába, vagy szeretet magukat az ő szívébe, az ő életébe. Ha feleség vagyok, akkor vetek a tisztelet terén, a tisztelet, ha úgy tetszik, oltárán. Isten beszéde akkor is mérce, akkor is igaz, és akkor is standard Istennek a szava, ha még nem látom a befektetésem, a vetésemnek az aratását, gyümölcsét. Vagyis akkor szánjuk oda magunkat a házasságkötésre, hogyha egyedülállóként kész vagyok úgy szeretni, hogy nem kapok érte szeretetet, vagy nem kapok érte tiszteletet. Kész vagyok úgy tiszteletet adni, hogy nem kapok érte tiszteletet, vagy nem kapok érte szeretetet. Próbáld ki ezt a pásztor felé. Nyilván nem azzal a intimitással, és nem azzal a jelleggel, amit egy férj-feleség meg tud élni a házastársi kapcsolatba, de próbáld meg, hogy egyedülállóként megélni feltétel nélkül és viszonzás elvárása nélkül. Természetesen nem egyszerű és nem könnyű, de Jézus Krisztussal meg tudod csinálni. És amikor erre lehetőséged van, hogy megházasodj, akkor ezt mindig kalkuláld be, hogy akkor is elkötelezem magam a szeretet vetésére, a tisztelet vetésére, ha a másiktól esetleg nem aratom, és nem jön a gyümölcs. A férfiként nem attól tartunk el leginkább, ha mi szeretetet tanúsítunk, és a feleségünk akkor is tiszteletlen marad. Feleségként nem attól tartasz-e, vagy félsz, vagy óckodsz-e leginkább, hogyha megpróbálod feltétel nélkül tisztelni a férjedet, kifejezed a tiszteletedet, elismerésedet, a védelem, a gondoskodása irányuló törekvései miatt, a szolgálói, vezetői, tanácsadói, probléma, megoldói tevékenysége, megnyilvánulásai irán, de mégse kapsz szeretetet, amire vágysz. Máté 5.46-ban a hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmát veszitek? Persze tudom, hogy hát nem ezért házasodtam meg, igaz? Én elhiszem. De lehetnek olyan időszakok, amikor te szeretsz, és a másiktól esetleg nem kapsz. Akkor mi van? Kiborulok? Bedobom a törölközőt? Föladom? Nem. Akkor is tovább vetek. Tovább is a szeretetem magjait elvetem. Vagy a tiszteletem. Hát ezt tiszteljem. Hát így csinál, úgy csinál, ezt mond, ezt nem csinálja, hát pedig annyira triviális, már megbeszéltük százszor. Igen, ha kész vagy erre, hogy ennek ellenére is vetsz továbbra is tiszteletet, akkor kész vagy a házasságra. Ha még nem, akkor ezt még le kell gyűrni. És mint szeretet, Isten szeretett gyermekei, még ezt ki kell, hogy munkálódjon bennünk. A Péter apostol első levele 3. fejezet 9. verse azt mondja, 1 Péter 3.9, nem fizetve gonoszal a gonoszért, szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondva. Mert tudjátok, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Azért vagy, azért élek, hogy áldást örököljek. Hogyan tudunk áldást örökölni? Ott van ugyanúgy azokban a mondatokban, áldást mondunk, mert áldást vetünk. Ahogy áldást vetsz, áldást fogsz aratni. Ahogy szeretnéd az áldást örökölni, ahhoz az a megoldást, hogy veted az áldást. Vagyis eltökélem magam, hogy áldásul leszek. Áldásul leszek a másik számára. Ilyen a férj szeretete, ez áldás a feleség számára. Akkor is, hogyha a feleség részéről nem kap tiszteletet. A feleség tisztelete a férje felé, akkor is áldás, hogyha nem kap viszont
szeretetet a férjétől. Vagyis azt mondja, hogy arra lettünk elhívva, hogy áldást örököljünk. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy hát áldás öröklésére lettem elhívva, tehát jöjjön az áldás, mondjad, áldjál, legyél áldásul számomra. De úgy lesz a másik áldásul számomra, hogy vetem az áldást belé. Ki is mondhatom rá, kimondom, áldom, de áldásul vagyok a feleségem fele, amikor szeretem, feltétel nélkül. Amikor leteszem az életemet az ő szeretésére. Ha feleségként leteszed a férjed tiszteletére feltétel nélkül, áldásul vagy, áldást vetsz, ez azt jelenti, áldást örökölsz. Nagyon egyszerű, triviális a dolog. Efezusi levél 6. fejezet, 7-8-as vers azt mondja, hogy jó akarattal szolgáljatok, mint akik az Úrnak szolgáltok, és nem embereknek. Ez igaz, amikor kint vagyunk itt a pulpitusnál, vagy igaz, amikor evangéliumot hirdetsz az utcán, vagy éppen a munkahelyeden bizonyságot teszel, betegért imádkozol, stb. Hogy az Úrnak szolgálunk, és nem embereknek. De ez igaz a házastársi kapcsolatban is. Vagyis, amikor szolgálsz a férjed felé tisztelettel, szolgálok a feleségem fele szeretettel, akkor ha nem megy emberre nézve, akkor nézz az Úrra, akkor tedd az Úrra nézve, cselekedd meg Jézus Krisztusra nézve, cselekedd meg az örökkévaló mindenható Istenre nézve. És nézz arra, hogy meg fogunk állni majd ő előtte, az ő ítélő széke előtt. És nézek az ítélet előtt, ítélő szék előtt való megállásom pillanatára. Ahogy áldást vetsz, áldást is aradsz. Hát persze ott a kérdés, tehát hol, mikor, majd a mennybe? Az a helyzet, hogy a pakliba benne van. Mondod, hogy hát nem ezért szeretnél összeházasodni. Természetesen egyetértek. De mégis vannak olyan szituációk, előállhatnak olyan élethelyzetek, amikor bármilyen krach bekövetkezhet a másiknak a lelki, szellemi állapotába, világába, és elveszíti, vagy elvesztette a mennyei látását. Az élő Istennel való személyes kapcsolata elhomályosult, háttérbe szorult, a prioritásai megváltoztak, stb. Akkor mi van? Föladom, bedobom a törölközőt, elválunk? Nem, mert ásókapa. Hanem akkor vetek. Ha nem tudod ránézve tenni, akkor nézd Jézus Krisztusra nézve. Vagyis vesd és tedd Jézus Krisztusra nézve, mint akik az Úrnak szolgálunk, és nem embereknek. Minden férj és minden feleség, ugye a szeretet és a tisztelet alapelveit elsősorban és leginkább Jézus Krisztus iránti engedelmességből tudja, és kell, hogy megélje. És ebből fakadóan kell, hogy gyakorolja. Miért mondom ezt? Mondod, hogy hát ez nagyon merev meg vallásos. Hát lehet, hogy úgy tűnik, de az a helyzet, hogy van, amikor az érzésekből fakadóan, a konfliktusokból fakadóan a másik fele való szeretet, megnyilvánulás, forrásai, föltörése, hiánya van, és nem tudod ezt átélni, akkor nem vetek tiszteletet? Nem vetek szeretetet? De akkor is, akkor Jézus Krisztusra nézve az neki való engedelmességből vetem. A neki való engedelmességből szeretem, a neki való engedelmességből, mármint Jézus Krisztusnak való engedelmességből tisztelem a házastársamat, és szeretem a házastársamat. A 2 Korintus 4:17, hogy a mi pillanatnyi, igen, könnyű szenvedésünk,
Azt mondja, de hát ez pokol, mondod. Hát ez nem igen könnyű, ez nem egy olyan könnyed dolog, meg nem pillanatnyi, hát már mióta tart. Lehet, de ez még ha csak 60-80 év lenne, az is eltörpül az örökké valósághoz képest. És azt mondom, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Egyik testvér azt mondta, hogy az az edzés, ami nem fáj, az nem ér semmit. Kicsit hasonló egyébként ez a változtató edzés is, vagy tréning, amiben benne vagyunk, mert Krisztusivá formál és változtat Isten bennünket. Na, ehhez a legintenzívebb kurzus, amit mondtam volt, mi maga a házasság. A házasság egy olyan, hogy gyúr, változtat, alakít, formál. Nincs menekvés belőle, nincs szünet, éjjel és nappal. Mindig, hétköznap és ünnepnap, nincs holiday. Most elutazunk, és akkor most hónapok szünet van. Akkor is, ha elutaztok, akkor is a szünetben is, akkor is van a változtatás. És az a helyzet, hogy az a változtatás, ami valamilyen módon a réginek nem fáj, akkor az valamilyen módon nem is nagyon változtatás. Úgyhogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. A változni, a változás, a krisztusivá formálódás a réginek, a testinek mindenképpen kínlódás. Miért? Mert meghal. Már levegőt se kap. Alig tud már szuszogni. És még akkor is ágaskodni akar. És akkor a Krisztusi pedig akkor is letapossa. És legyalulja. Igen, mert van és lesz mennyei jutalom. És néz az örökkévalóra, a mennyei jutalomra. Tudod, ez a világ szemébe érthetetlen, meg értelmezhetetlen ez az egész, de ami Istennek fontos, az fontos. Ha ő ezt beleírattatta a Bibliába, akkor az azt jelenti, hogy fontos. A házasság az egy házépítés. Mit építünk erre az alapra, Krisztusra? Egyáltalán nem mindegy. Ha hiszem, hogy az ő szava igaz, és Jézus Krisztus Úr, akkor megteszem azért, mert ő Úr, és ezt kéri. Ugye meg a sikeres házaspárok újból és újból neki gyűrkőznek és neki indulnak, hogy ezt megtegyék. A sikertelen párok azok pedig az eredményeket, ha nem látnak azonnali eredményeket, akkor föladják és abba hagyják. Vagy a saját szükségeik betöltésére figyelnek, igyekeznek, happy-k akarnak lenni, de ez egy éretlenség. Ha boldog akarsz lenni a házasságban, akkor bizony a réginek el kell halni. A réginek meg kell halni. És ne gondoljuk azt, hogy vagyunk annyira érettek, hogy ezt ki tudjuk kerülni. Akármennyire krisztusiak is vagyunk, egyedülállóként bekerülünk a házasságba, Isten gondoskodik arról, hogy még fölfed régit, ó, testi természetet, aminek meg kell halnia. Könnyebbnek tűnik, hogy a férjemet vagy a feleségemet az Istennek való engedelmességből tiszteljem vagy szeressem, mint arra nézek, hogy most tiszteletre méltó módon vagy szeretetre méltó módon viselkedett vagy se. Máté 25-ben csak ismeritek nagyon jó, hogy ennem adtatok, mikor éheztem, ruhát adtatok, mikor mezítelen voltam, de hát mikor csináltuk ezt, Uram? Hát amikor egyel ezt megtettétek az én legkisebbjeim közül, velem tettétek meg. Vagyis, amikor te megteszed a férjed felé, hogy tiszteled őt, akkor is, amikor esetleg nem tiszteletre méltó módon viselkedik, akkor te azt Jézus Krisztussal teszed meg. Amikor te szereted a feleségedet, és szeretetet vetsz, akkor tulajdonképpen ha nem is viselkedik tiszteletre méltó, vagy szeretetre méltó módon, akkor is te Jézus Krisztus felé teszed ezt meg, és vetsz, tiszteletet vetsz, szeretetet, ezért azt fogod aratni. A férfele a feltétel nélküli szeretet,
egyszerűen Jézus Krisztus iránti szeretetet tudja kifejezni. Vagyis, hogyha egy férfi nem szereti a feleségét, akkor meg lehet kérdezni, vajon szereti-e Jézus Krisztust. Ha egy feleség nem tiszteli a férjét, akkor meg lehet kérdezni őszintén, csak hát nem sok értelme van egymás fejéhez vágni, de a Szent Szellem ezt meg tudja kérdezni saját magunktól. Hogy vajon akkor tiszteli-e Jézus Krisztust. Így tulajdonképpen, ha megnézzük a házasságunknak, nem is annyira a házasságunkhoz van köze, bármilyen furcsa, sokkal inkább a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkról szól. Igen, ide lyukadunk ki, hogy miért is adta, miért is hozta be Isten a házasság intézményét. Hogy bemutassa Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát. Gyakoroljuk azért a szeretetet és a tiszteletet, mert a házastársunk mögött tulajdonképpen Jézus Krisztust látjuk. És őt látjuk. A házastársunk valójában egy eszköz, bár tudom, ez nem jó kifejezés, de próbálj végig gondolni, és egy próbakő arra nézve, hogy Jézus Krisztus iránti tiszteletünket és szeretetünket elmélyítsük és megéljük. És akkor tulajdonképpen a házasság az nem is a házastársunkról, nem is annyira a társamról, meg én rólam szól. Hát az a helyzet, hogy Jézus és a köztem levő kapcsolatról szól. Nem annyira a férjről és a feleségről, hanem a házastársak Jézus Krisztussal való kapcsolatáról szól. Igen. És ezért, hogyha az Efezus 5:1-re visszatérve, mint szeretett gyermekek járunk, megtanulunk szeretettséget átélni. Akár van házastársam, akár nincs, akkor nagy baj nem tud kerekedni a házasságba. Mert az áldás vetésének és az aratásának ez a köre, ez az érettség. Ha ebbe bele tudsz lépni egy elköteleződéssel, bármit élsz át, sérelmet, sértettséget, fájdalmat, szeretetlenséget, tiszteletlenséget, de eltökéled magad, hogy szeretetet vetsz, tiszteletet vetsz, akkor azt is fogsz aratni. Az igazi cél, hogy a házastársak azért tanúsítsanak feltétel nélküli tiszteletet és szeretetet egymás fele, mert így tudunk Isten dicsőségére élni. És ezek által tudunk Isten beszédének engedelmes életet élni, és az Efezusi Levél 5. fejezet 31-től úgy van, a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé, nagy titok ez. De én a Krisztusról és az egyházról mondom mindezt. Tulajdonképpen a szeretet és a tisztelet kölcsönhatása az, hogy kölcsönösen gyakoroljuk, és ez jelenti a legjobb és a leggyakoribb módja, hogy a kettő egyé legyen. A férj és a feleség. Mert mi sokszor csak szexuális dolgokra, vagy lelki dolgokra értjük. De hogy egységet ugyanis nem a gondok és a problémák ássák alá, hanem a férj szeretetének hiánya a felesége fele, vagy a feleség tiszteletének hiánya a férje fele. Szeretetnyelvek. Én direkt nem akartam ebbe belebonyolódni, inkább csak, mivel van még másfél percem, a bocsánatkérés 5 nyelvéről beszélek. Mert egy kapcsolatban, így a házasságban is legfontosabb. Van úgy, hogy a sajnálatomat fejezem ki, hogy nagyon sajnálom. Van, aki, ha kifejezed, hiányt fog érezni, mert te ezt bocsánatkérésnek éled át, de a másik lehet, hogy nem annak. Lehet, hogy a másik inkább arra vágyik, hogy vállaljon föl a felelősséget. Vagy van, aki azt mondja, hogy a jóvátétel. Mit gondolsz, hogy hogyan tudnád ezt korrigálni, másképp csinálni? Vagy a negyedik, az őszinte szándék, a magatartásunk megváltoztatása. Elhatározom, elkötelezem, és ezt elmondom a társamnak, hogy nem akarom ezt így tovább, másképp akarom csinálni.
És a legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb a megbocsátás, a bocsánat kérés kimondása. Azért foglaltam itt össze másfél percbe ezt, mert bocsánat kérés nélkül szeretet tartósan és tiszteletadást tartósan nehezen tudom elképzelni. Nagyon sok sikert nektek, Isten áldjon meg benneteket, kérdezzetek majd, amikor lesz erre lehetőség a fórumon. Szervusztok!